A Városi Művelődési Központ 2016-17-es színházi évada október 20-án csütörtökön 19 órakor kezdődik el. A Komáromi Jókai Színház Arthur Miller legismertebb drámáját, az Ügynök halála című darabot adja elő. A dráma a kiútkeresésről, a családon belüli hazugságokról és titkokról, valamint az elvárások és a terhek romboló hatásáról beszél. A Velő Polgári Társulás kultúrával az akadályok ellen elnevezésű rendezvényét október 21-én pénteken rendezik meg a Városi Művelődési Központban. A délelőtt 10 órától estig tartó rendezvényen egészségügyi segédeszközök kiállítása, előadás, bemutató és gálaműsor is lesz. A cél, hogy a nyilvánosságot megismertessék a fogyatékkal élők mindennapjaival. A Tiszta Szívvel című magyar akcióvígjátékot október 21-én pénteken 18 óra 30 perctől mutatják be a Kultúrház mozitermében. A film egy kerekesszékes bandáról szól. Hőseink egyik tűzpárbajból a másikba keverednek, miközben megismerjük a kerekesszékben töltött mindennapok kihívásait. A filmvetítés után beszélgetés lesz az egyik főszereplővel, Fenyvesi Zoltánnal. Az Are You Free zenei fesztivált október 21-én és 22-én rendezik meg a Csoko Arden kávézóban, illetve az NFG klubban. Az első napon 20 órakor, a másodikon 20 óra 30 perckor indul a program. Fellép többek között a Spiros Satori, a Lemegyüttes, valamint Szelevényi Ákos és Miklós Szilveszter. Bővebb információk a képernyőn látható elérhetőségen. A Dunaszerdahelyi Kisállattenyésztő Szervezet október 21-e és 23-a között rendezi meg a hagyományos kisállat kiállítását, amelynek helyszíne a Kistejedi utca 544-es szám alatti ház lesz. A nagy közönséget a második és a harmadik napon várják. Október 22-én szombaton 8-tól 18 óráig, október 23-án vasárnap pedig 8-tól 13 óráig lehet megtekinteni a kiállítást. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára október 23-án vasárnap emlékeznek Dunaszerdahelyen. A rendezvény 16 órakor kezdődik a diktatúrák áldozatainak emlékművénél. Köszöntőt Hájos Zoltán polgármester, ünnepi beszédet Krezsa István magyar miniszteri biztos mond. A rendezvény 17 órakor a Kultúrházban folytatódik a Kormorán együttes koncertjével. Bagdi Emőke október 25-én kedden immáron harmadszor tart előadást Dunaszerdahelyen. Az ismert magyarországi pszichológus ezúttal Minden a fejben dől el címmel tart előadást. Bagdi Emőke elsődleges célja a pozitív életszemlélet kialakítása. A rendezvény 19 órakor kezdődik a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban.